köszöntöm Bódog Tamást itthon. Milyen céllal érkeztél most haza? Mi volt a látogatás célja először is? Hát én is örülök, hogy itthon lehetek, úgyhogy mindenképpen jó érzés újra itthon lenni és mérkőzéseket látogatni. Hiányzik. Úgyhogy múlt hét pénteken jöttem, azóta megnéztem jó néhány mérkőzést, úgyhogy mai nap folyamán még két mérkőzést megnéztem, és holnap repülök vissza. Emiatt jöttem haza, mert kíváncsi voltam azért a magyar bajnoki mérkőzésekre. Amellett, hogy a tévében azért szoktam figyelni és kísérni az eredményeket és a történéseket, de hát természetesen azért mindig jobb, hogyha az ember személyesen itt azért barátokkal találkozik és úgy nézi a mérkőzést, úgyhogy élveztem ezt az egy hetet. Merre halad a világ futballja? Tehát egy kicsit én szurkolói szemmel próbálom ezt megközelíteni. A Klopp-féle támadó futball, vagy esetleg ez a Mourinho-féle védekező futball, ami szerinted most a legtrendibb igazán? Hát nézd, ezzel kapcsolatban mindig elfogult vagyok, mert én úgy gondolom, hogy azért eddig, mert most a Kloppoéknál is a Liverpool azért bevásárolt rendesen, de eddig azért, hogy mondjam, ők nem olyan világsztárokkal dolgoztak, akik alapból megoldanak olyan mérkőzéseket, ami elvárható tőlük, és nem csak keresztbe és labdatartás a játék lényege, hanem ott igenis történik valami, ahogy a Klopp azt állandóan mondja, heavy metal futballt játszott a csapattal. Na most az idei évben kíváncsi vagyok mindenképp, mert ugye ők is azért bevásároltak komoly erősítést, vittek véghez a csapaton belül, úgyhogy én úgy gondolom, hogy az a futball, amit ő képvisel, az mindenképpen a jövő futballja, mert az, ami nézhető. Abban biztos vagyok egy szurkolónak. Sokkal izgalmasabb az, hogyha akció van, kapura lövésekkel, befejezésekkel, mint hogyha csak keresztbe labdatartás, ahol 100 érintő után van egy bedobás, az valahogy nem áll hozzám közel. Ez az én megközelítésem a futballhoz, ez az én véleményem, nem feltétlenül kell, hogy nekem igazam legyen, de én az biztos, hogyha úgy alakul, és valahol majd még tudok dolgozni, akkor mindenképpen ugyanazt a stílus fogom favorizálni, amit Diósgyőrben is próbáltam. Szerinted a magyar futball előre lépne azzal, hogyha kifejezetten támogatnák azokat a csapatokat, akik ezt a fajta támadó futballt játszanák, és a védekezésre kicsit háttérbe szorítanák? Szerinted előre lépnénk ezzel? Hát nézd, azért, mert támadó futballt játszasz, az még nem jelenti azt, hogy akkor a védekezés háttérbe kell szorítani. Egyértelmű, hogyha támadó szellembe futballozik egy csapat vagy a csapatod, akkor eleve területet adsz az ellenfélnek, és nagyobb veszély van a kapud előtt, mint hogyha kettős védelmi vonalat húzol a saját 16-osod előtt, és csak védekezésre fordítod az energiádat. Én úgy gondolom, hogy amit az előbb is említettem, hogy a szurkolónak az a látványos, és az a jövő, hogyha tényleg attraktív futballt játszol és támadó szellembe, és ez nem zárja ki azt, hogy neked nem kell védekezni, vagy nem tudsz jól védekezni, de igenis az eredményre vezető, hogy te próbálod alakítani a történéseket, és az ellenfél reagál rád, és nem az, hogy akkor visszaállsz, várod azt, hogy az ellenfél hibázzon, és abból próbálsz esetleg valamit fölépíteni. Vannak ilyen csapatok, miért ne lehetne, teljesen természetes és elfogadott, hogy egy-két csapat így próbál eredményes lenni. Na most ez ugyanúgy játékos keretfüggő, és egy nagyobb költségvetésű csapat könnyebben meg tudja azért oldani azt, hogy jó minőségű játékosokkal, gyors játékosokkal jobban tudja letámadást, vagy egy támadó futballt játszatni. A magyar utánpótlás képzés szerinted felkészíti erre a gyors játékra a magyar labdarúgókat, vagy itt kellene igazán az első lépéseket megtenni? Most unblock kérdezem, tehát nem klubokra lebontva, hanem úgy unblock a magyar labdarúgás utánpótlás képzésére. Hát nézd, most amikor itthon voltam, azért úgy gondolom, hogy volt egy bizonyos rálátásom a történésekre, és én úgy gondolom, hogy a legnagyobb probléma itt a konkurenciában van. Hogyha nincsen meg az a egészséges konkurencia, ami téged jobb teljesítményre ösztönöz, vagy még többre, hogy kihoz magadból a maximumot, és megelégszel azzal, ami van, akkor sajnos nem fogunk tudni előrelépni. De hogyha ott áll mögötted valaki, és tudod azt, hogyha nem teljesítesz, beáll mögéd, és utána ő lép a helyedre, nem kerülsz vissza, akkor igenis kihozod magadból a maximumot, és itt jön az edzőknek a szerepe, hogy akkor ugyanúgy ezt favorizálják, hogy minél többet és többet hozzon ki a játékos magából, és ne csomagoljuk vattába a játékosokat. És hogyha valamelyik játékos, és ez ugyanúgy érvényes nagyon sok játékosra, nem játszik egy csapatnál, vagy mit tudom én, nem kerül be, akkor ne az legyen, hogy
nyilatkozza, hogy mit tudom én, konfliktusa van az edzővel, azért nem tud a csapatba kerülni, hanem akkor igenis, hát Németországban egy edző meg tudja mondani a játékosnak a véleményét, és akkor utána a játékos, engem az nem zavar, hogyha mérges arra, amit én mondok. Legyen az, hogy düböl, de meg akarja mutatni az edzőnek az, hogy ő jobb játékos, és utána jobban teljesít. Az az edzőnek egy jó érzés, hogyha látja, hogy a játékos utána emiatt inspirálva van, és jobban koncentrál arra, ami a dolga lenne. De az, hogyha különböző mondva csinált kifogások mögé bebújnak a játékosok, és utána erre még nagyon sok, olyan vevőt, olyan partnert, olyan edzőt, olyan személyeket találnak, akik a menedzserek például, hogy ezt alátámasztják, akkor bizony nagyon nehéz ezekből a játékosokból a maximumot kihozni. De én úgy gondolom, hogy az utánpótlásban nagyon sok tehetséges játékosunk van, és ezeket a versenyhelyzeteket, amikbe ők bekerülnek, azokat kell olyan szintre emelni, hogy ott igenis meglegyen az a konkurencia, hogy tényleg próbáljuk meg kihozni belőlük a legtöbbet. Most az, hogy te hogy éred azt el belőle, az edző függő is egyértelmű, meg hogy milyen edzésmunkát végeztetsz velük, hogy mire fekteted a hangsúlyt. Én úgy gondolom, hogy Magyarországon a fizikai felkészítés az, ami még lehet javítani. Most persze, ez csak az én véleményem, mert én úgy gondolom, hogy egy olyan labdarúgásban voltam benne nagyon sokáig, ahol azért a fizikai erő nagyon sokat számított. És itt most beszélhetsz itt egy olyan dologról, hogy a magyaros labdarúgást vissza kell hozni. Persze, a magyaros labdarúgást vissza kell hozni, meg ezt a technikás futball, de manapság mindenki technikás. Teljesen mindegy, hogy afrikai, amerikai, európai, mindenki technikailag jó állapotban van, és ehhez jön az, hogy ha fizikai állapotod tökéletes, akkor tudsz versenyképes lenni. És manapság már, hogyha ezek a kritériumok teljesülnek, és többségében, aki magas szinten akar futballozni, annak fizikailag jó állapotban kell lenni, technikailag jó állapotban kell lenni, és szerintem ami döntő, azok az apróságok lesznek a következő időben, hogy azok a lehetőségek, amiket egy-egy bizonyos szituációban neked el kell dönteni, hogy melyik a jó megoldás, hogy azokat minél gyorsabban meghozza. Aközül a 3-4 szituáció, vagy aközül a 3-4 lehetőség közül a legjobbat, a leggyorsabban választ ki. És hogyha ezeket a sebességbe le tudod rövidíteni, akkor biztos vagyok benne, hogy ezeket a döntések, ezek megváltoztatják a játék sebességét, és itt tudsz még egy kicsi előnyt kicsikarni. Mert az, hogy fizikailag, technikailag, manapság, ahogy az előbb is mondtam, szerintem a top országokban már mindenki csúcsra van állítva. Ha most azt mondanák neked, hogy Tamás, kapsz egy kis padot, és teljesen mindegy, a lehetőségeid úgymond meg lesznek hozzá, hogy azt hozz ide, akit akarsz. Honnan ismernénk föl a Bódog-féle csapatot? Én tudom a választ, de próbáld jellemezni a saját labdarúgó filozófiádat egy pár mondatba, annak, aki esetleg még nem emlékszik, hogy te mit csináltál a DVTK-nál. Hát nézd, én úgy gondolom, hogy azt azért lehetett ott is látni talán, hogy mi az, amit én megköveteltem, mert egy abszolút, de így a kérdésedre visszatérve, hogyha egy csapatot össze lehetne rakni, akkor legyen a játékosnak tökéletes hozzáállása, akarjon valamit elérni, legyen éhes, legyen benne sebesség, és amellett legyen egy olyan csapatjátékos, aki nem egyénieskedik, hanem igenis egy csapatba bele lehessen illeszteni, hogy nem sztárokra van szükségem, hanem olyan csapatjátékosokra, egy közösségre, akik közösen akarnak valamit elérni, és ott ugyanúgy, hát hozzáállás az mindent. A németek erre azt mondják, hogy mentalitét schlägt Qualität. A hozzáállás az megveri a minőséget. Hogyha neked a hozzáállásod, én ugyanilyen voltam, nem voltam jó játékos, de a hozzáállásom az egyszer-kétszer azért túlsegített azon, hogy egy-két játékossal vívott csatákat azért megnyertem. De ez tényleg így van, hogyha hozzáállás ember van, akkor úgy gondolom, hogy sok mindent el lehet érni. Mitől alakulhatott ki a magyar labdarúgókban ez a beszari mentalitás? Nem tudom más szóval mondani, amikor már szinte kézben van egy mérkőzés, és beszarnak a lehetőségtől. Ez mitől lehet? Nem is azt mondom, hogy beszarnak, azt azért az, szerintem erős kifejezés, mert az túlzás. De az tény, hogy a különböző versenyhelyzetekben lehet, hogy az a koncentráció az nem tart 90 percig, vagy nem tudják végig olyan magas szinten fönntartani, ami szükséges ahhoz, hogy a végén valamit el tudjunk érni. Most én úgy gondolom, hogy azért
talán ebbe az utolsó fázisban, most hogyha erről beszélünk, hogy a Videoton az egy jó példa lehet, hogy ők azért most elértek valamit, és ez egy talán egy lökést ad ugyanúgy a magyar labdarúgásnak, mint ahogy azt reméltük az Európa-bajnoki jó szereplés után. Na most azért vannak példák itt a Videoton esete, hogy azért valamit talán el lehet érni, és hogyha már pedig a Videoton tényleg az utóbbi mérkőzéseken úgy védekezett, hogy nem kaptak gólt, hogyha ezt azért magas szinten föntartod 90 percen át, vagy 95 percen át, akkor azért eredményes tudsz lenni. Úgyhogy ez a fontos, hogy minél több magas szintű mérkőzés játszon egy csapat, minél több versenyhelyzet legyen, mérkőzéseken, edzéseken ugyanúgy versenyszituációba kerüljenek a játékosok. Szerintem ez az, ami fontos. Kanyarodjunk akkor egy kicsit a magánember Bódog Tamáshoz. Most mivel töltöd a napjaidat? Hát otthon vagyok, amit mondjuk az elmúlt 10 évben ritkán fordult elő, úgyhogy viccesen fogalmazva lehet mondani, hogy leigazolt a család, úgyhogy élvezik a apjuk szeretetét a gyerekeim. De attól függetlenül nem olyan nagy gond ez, mert tényleg én is azért örülök annak, hogy a gyerekeknek a születésnapján ott tudtam lenni, a fiam érettségizett, azokon a rendezvényeken ott tudtam lenni, tudtunk a családdal közös programokat csinálni, nyaralás belefért ebbe az időbe. És amellett természetesen én is ugyanúgy a volt csapataimat megnéztem, voltam Kopenhágában, Mainz edzéseken kint vagyok, a mainzi öreg fiúknak a csapatában megint aktív résztvevő tudok lenni, úgyhogy pont most két héttel ezelőtt játszottunk a Kaiserslautern öreg fiúkkal egy 3-3-as mérkőzést, ahol megint a régi játékosokkal tudtam együtt játszani, és tényleg jól esett, és vicces volt. A múlt héten például három másik valamikori csapattársammal, akikkel annak idején fölkerültünk a Bundesligába, csináltunk egy ilyen reklámkampányt, egy ilyen reklám felvételt a bérletárusításoknak a népszerűsítésére, ami a Mainz csapata szervezett és csinált meg egy ilyen vicces jelleggel. Szóval attól függetlenül, hogy komoly feladatom nincsen, attól függetlenül azért van dolgom, és tényleg ebből a szempontból ilyenkor szokott mindig az történni, hogy az ember ilyenkor tud egy-két dolgon elgondolkodni, el tud menni mást megnézni, valami újat látni, tapasztalni, kipróbálni, amit hasznosítani fogsz tudni. Úgyhogy nem olyan intenzívek ezek a napok, de attól függetlenül nem unatkozik az ember. Bódog Tamás beférne Bódog Tamás csapatába? Nem valószínű. Most hallottam, hogy voltak itt különböző spekulálások, pedig abszolút azért jöttem haza, mert kíváncsi voltam a magyar mérkőzésekre, és teljesen más, hogyha a stadionban nézi meg az ember a mérkőzéseket, többet látsz, jobban tudod kísérni az eseményeket, és élveztem ezeket a meccseket, de most távol álljon tőlem, hogy ezekről most véleményt mondjak, mert abszolút tényleg olyan célzattal jöttem haza, hogy kíváncsi voltam azokra a csapatokra, akiket meg tudtam nézni, hogy mi az, amit játszanak, mibe változtak az új játékosok, akiket igazoltak a csapatok, azok mit tesznek hozzá, mennyit tesznek hozzá a csapatnak a szerepléséhez. Úgyhogy érdekes volt, jó volt, is levontam magamnak a tapasztalataimat, úgyhogy mindenképpen hasznos volt ez az egy hét. De szerinted változik évente valamit a magyar labdarúgás, vagy nem? Hát most optimista vagyok, én bízok benne, hogy azért előre lépünk, de ahhoz azért az kell, hogy annak legyen olyan nyoma, mint esetleg most a Videótonnak a csoportkörbe való jutása. Na most egyértelmű, hogy a körülmények az elmúlt 5-10-12-3 évben annyit változtak, annyira jó állapotba kerültek a stadionok, a létesítmények és minden, ami a labdarúgást körülveszi, hogy ennek most már meg kell, hogy lassan legyen az eredménye. És ez csak akkor mérhető le, vagy abból mérhető le, hogyha egy-egy csapat ilyen sikereket tud elérni, mint most például a Videóton. Akkor van értelme az egésznek. Természetesen jó volt itthon lenni, újra megnézni a mérkőzéseket, barátokkal találkozni, és ugyanúgy, hát a semleges térfélnek az adásait azért kint ugyanúgy lehet fogni, úgyhogy azokat azért, hogyha az időm engedi, azért szoktam nézni, úgyhogy zárszóként nézzétek ti is a semleges térfelet, mert szurkolók nélkül nincsen fogva.